Sziasztok! A Bad Movies legújabb émén beszámolójában a Halálos Iramban 8-ról lesz szó, illetve egy kicsit a Halálos Iramban 7-ről is, mert ahhoz, hogy el tudjam rendesen mondani, hogy milyen is ez a 8. rész, óhatatlanul, illetve szükségszerűen beszélnem kell kicsit részletesebben a hetedikről is, mert nagyon könnyen összehasonlítható a két film, legalábbis szerintem. Én a 7 annó úgy voltam, hogy egy ilyen nagyon-nagyon kettős élmény volt, számomra, Egyrészt, ugye, hát gyakorlatilag két részre, vagy hogy mondjam, hát mondjuk így két részre lehet bontani a film jeleneteit. Vannak azok, amikor a szereplők autóban ülnek, és vannak azok, amikor a szereplők nem ülnek autóban. Ugye, amikor autóban ülnek, akkor legtöbbször akcióban vannak, amikor nem ülnek autóban, akkor pedig beszélgetnek, ami <laughs> sose jó. Üh, és igazából nekem az volt a bajom a Halálos iramban héttel, Noha nem tartottam azt egy vérszarfilmnek vagy ilyesmi, szerintem az egy teljesen nézhető és helyenként szórakoztató film, amiben iszonyatosan jók az akciók. Szóval azok az akciói jelenetek, amik a, a Halálos Iram 7 voltak, azok valami elképesztően jók voltak. Tényleg mindegyik olyan, hogy, hogy csak kapkodtam a fejem, hogy egyrészt ki az az állat, aki ekkora elbaszottul látványos és klassz kunsztokat. persze a valósághoz köze nem volt egyiknek se, de iszonyatosan jók voltak, hogy ki az az állat, aki ilyeneket kitalál, és, és főleg, hogy ennyire jól meg tudja csinálni. Tehát az a jelenet, amikor, amikor lementek, ugye, vagy leugrattak a nagyon magasról, ugye ott ejtőernyőkkel a hegyre, hát az valami olyan elképesztő volt. Vagy ott van a dubajos jelenet, ugye, ami szintén hatalmas, illetve hát a vége, mondjuk jó, a vége az, az már talán kicsit átesett a ló túloldalára, de még az is nagyon-nagyon klassz volt a maga módján. Tehát, mint akciófilm, én a Halálos Inamban héttel úgy voltam, hogy ez zseniális. Ugyanakkor, amikor nem akció jelenetet néztem, hanem ahogy a, a, a szereplők beszélgetnek, meg egyáltalán bármi más történik, ami nem akció, az minősíthetetlen. Nem arról van szó, hogy át nem olyan jó, át lehetne jobb, nézhető, szó szó, túl lehet rajta lendülni. Nem, minősíthetetlen. Annyira szar, amilyen szart el lehet képzelni. Ez az, ami, ami, ami miatt nem tudom szeretni azt a filmet, hogy oké, okay, értem én, hogy. Tehát értem, hogy az akció jelenetekben minden tudásukat beleölték, ami volt, és ez meg is látszik rajtuk. De ugyanakkor a, a nem akciós jeleneteket olyan szinten szarták tarkon, hogy az, az szerintem nem méltó az akciókhoz. Tehát, te, tehát még a maga műfaján belül is kriminálisan rosszak azok a részek. És ez a kettőség az, ami nekem kinyírta a Halálos Ironban hetedik részét. Mindezekkel együtt se volt egy borzasztó valami, de. Hát nem igazán volt a szívem csücske, de hát akkor jött ugye a nyolcadik rész, és beszéljünk most már arról. Azért hoztam most ezt föl, mert itt is megvan ez a kettősség, és úgy is ültem be a filmre egyébként, hogy kicsit számítottam erre, hogy ez lesz, és tényleg megvan, viszont ezúttal már a nem akciós részek jóval vállalhatóbbak. Nem jók, még mindig. De például viccesek, amit nem hittem volna, hogy ez lesz, de a, a Halálos iramban 8 kifejezetten vicces. Tehát így én lepődtem meg magamon a legjobban, hogy hányszor nevettem ezen a filmen, és volt egy pár jó beszólás. Oké, okay, mindegyik jó beszólásra jutott egy arcpirítóan szar, de, de tény és való, hogy többet nevettem ezen a részen, mint az előző, hát mondjuk kettőn együtt. Úgyhogy ez mindenképpen jó dolog. Visszatértek a régi szereplők. Uh, igen, hát a humor nagy része az The Rock és Jason Statham párosának köszönhető, akik gyakorlatilag a, a film majdnem teljes egészében oda-vissza voltogatják egymást, és hát a Jason Statham újra bebizonyította, hogy ha öniróniáról van szó, vagy önkritikáról, hogyha saját magán kell röhögnie, és a saját keménységét kell kifiguráznia, akkor, akkor senki sem csinálja ezt nála jobban. Így körülbelül minden egyes mondatán visítottam a röhögéstől, és Dörök nagyon-nagyon jól um, reagál erre, vagy hogy is mondjam, tehát kettejük, tehát Rock is ugyanezt csinálja, ő is a saját ö, keménységét figurázza ki, és folyamatosan egymást oltogatják az egész film alatt, és hihetetlenül vicces. Tehát ezek a legszórakoztatóbb részek a filmben, ezeken nagyon-nagyon sokat nevettem, és látszik a két színészen is, hogy, hogy nagyon jól elkapták ezt a, tehát nagyon jól egymásra tudtak hangolódni, és és biztos vagyok benne, hogy egy csomó szöveget ott helyben improvizáltak, mert az arcukon látszik néha, hogy alig-alig bírják ki röhögés nélkül, illetve egyszer el is, el is röhögik egyébként, amit nem tudom, hogy direkt bele volt-e írva, hogy itt most így, tehát hogy már a film próbálta érzékeltetni, hogy már nincsenek annyira rosszban, mint az előző részben, vagy, vagy ez csak egy ilyen úgymond baki, amit benne hagytak, mert jó, jött ki, nem tudom, de az, az mindenképpen a film talán a pillanata. A többiek meg igazából ugyanazt hozzák, mint eddig. Az összes mellékszereplő és az összes főszereplő teljesen ugyanolyan, tehát senki nem változik az égvilágon semmit. Ugyanazt csinálják. Ha az előző részekben szerettétek azt a, azt a tömény bursítat, amit előadnak folyamatosan, akkor itt is élvezni fogjátok, ha nem, akkor itt se fogjátok élvezni. Én úgy el voltam vele, egy fokkal elviselhetőbbek voltak azért, mint az előző részben. Bár ez a Roman nevű karakter, akit a Tyrese Gibson játszik, én értem, hogy ő lenne itt a béna csávó, aki, akinek az a fő humor forrása, hogy mindent elront, és minden jelenetben bénázik valamit, de itt tűnt fel, hogy basszus, vagy, vagy nem lesz, hogy itt tűnt fel, de itt kezdtem meg komolyan gondolkodni azon, hogy őket itt úgy próbálják eladni, mint az autós filmeknek az Ocean Sea tehát hogy ők a szuperprofik, profik, ők azok, akikre bármit rá lehet bízni, mindent megcsinálnak, és, és, és tutira lehet velük menni, mert nem tudnak hibázni, de hogy akkor mit keres közöttük ez a Roman nevű csávó, aki más se csinál, csak bénázik az egész filmbe. Na mindegy, nyilván ilyen dolgokban nem menjünk bele, mert ennél jóval vadabb hülyeségek is vannak a filmben. A story és a, az ilyen okokozati összefüggések azok, azok azokra tényleg nem érdemes szót pazarolni, egy óriási baromság az egész. A főgonos Charlize ugye megzsarolja valamivel Domot, és uh, sakban tartja, és ezzel, ezzel átállítja az ő oldalára, és akkor azon megy a nagy izé, hogy Úristen, Dom most ellenünk van, hátat fordított a családnak, és le kell győznünk, hogy újra családtag legyen. Körülbelül ennyi ez a film uh, nagy uh, konfliktusa. És hát nagyon vicces az egész igazából, teljesen logikátlan, teljesen összefüggéstelen baromság, főleg a, a, ezzel a főgonosszal, tehát valami hihetetlenül szart, tehát vannak ilyen, ilyen jelenetek, ahol a domnak magyaráz, ilyen folyamatosan monologizál a domnak, és akkora ilyen bullshit, cunamit nyom, hogy az valami hihetetlen, az egyetlen, ami jó, hogy, hogy Charlize Theron azért azért eléggé jól hozza, tehát ő még egy ennyire rosszul megírt karaktert is jól lehet tud játszani. Uh, és van egy ilyen, nem árulom el a, a az úgymond fordulatot a filmben, nem tudom ez mennyire számít spoilernek, úgyhogy inkább biztosra megyek. Valamennyire azért, azért működik, meg valamennyire szerintem azért olyan kis aranyos az egész, de mondjuk azt, hogy egy ilyen stílusú, ilyen típusú, ezen a szinten mozgó filmnek ez igazából teljesen korrekt. Úgyhogy ja, a filmnek ez a része, hogy, hogy amikor nem akció van, az, az már itt jóval vállalhatóbb, mint a hetedik részben, ahol tényleg minősíthetetlenül rossz volt. Ez a jó hír, ami viszont a rossz hír, hogy az akciók nem annyira jók, mint az előző részben. Nem rosszak, nem arról van szó egyáltalán, de jóval kevésbé euh, fantáziadúsak és kreatívak, mint az előző részben. A végén ez a tenger alatt járós, ami, amit, látva már a, tehát amit már az előzetesben látva is ketté állt a fülem, hogy ezt hogy gondolták komolyan, az egy az egy elképesztő baromság, de nagyon-nagyon e, látványos és nagyon szórakoztató. Kicsit sokáig tart, tehát én nem gondoltam volna, hogy egy akció jelenetet meg fogok unni, főleg egy ilyen látványosat, de, de 20 vagy 25 percig tart az az akció, és ez kegyetlenül hosszú, úgyhogy talán egy kicsit túlzásba estek vele. A többi meg úgy, úgy korrekt, tehát azért ebben a szériában már láttunk jobbakat. Tehát én nagyjából ugyanúgy vagyok ezzel, mint az előző résszel. Ez a, ez a kettőség csak most nem billen ki annyira nagyon a mérleg. Tehát vannak korrekt akciójelenetek, és igazából magához képest korrekt és vállalható nem akciós részek. Minimális drámát megint próbáltak bele nyomni, de ezúttal ez is egy fokkal jobban működik, mert nem nem az van, hogy a úristen a hán meghalt, és akkor sírassuk a hánt, aki már tíz éve meghalt, vagy nem tudom, tehát már a harmadik rész végén, úgyhogy nem, nem egy olyan dolgon próbáltak meg itten folyamatosan teligázzal drámázni, amit már réges -régen, ami már réges-régen, ami már lement, és mi nézők már rég túl vagyunk rajta, hanem valami kicsit aktuálisabban. Még mindig nem egy Scorsese, de igazából belefér. Az egész film igazából nagyjából ennyi, egy nézhető, vállalható, szórakoztató, de teljes mértékben ostoba és ö, idióta film. Nagyon látványos, moziba, ér, tehát ha már megnézitek, akkor moziba érdemes nézni, mert tényleg, tényleg nagyon klasszakciók klassz akciók vannak benne. De semmi extra, tehát igazából most nem, nem tudom, bárki várta -e bármi más, tehát nagyjából tudjátok, hogy, hogy mire számíthatok egy halálos iramban 8 című filmtől, és ez valóban azt is hozza, plusz egy kis Jason statham ami ugye sose rossz, úgyhogy igazából egyszer meg lehet nézni, azért remélem, hogy nem ez lesz az alap szint, amit a nyári blockbusterek elérnek, de ez így ilyen előnyári blockbusternek igazából vállalható. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!